első alkalommal lesz Fejérben a Nemzeti Vágtának előfutama. Július 1-én a Sukrói Evezős pálya melletti terület ad otthont a futamnak. A verseny mellett kísérő programok is várják az érdeklődőket. Bencsik István volt klubelnök és Kovács Ferenc edző emlékére a 85-ös UEFA Kupa menetelésztárjai versengenek egymással vasárnap. A futballisták ilyen hintókon teljesítik majd a számukra kijelölt távot. Nagyon boldog lenne, hiszen az esemény azt gondolom, hogy méltó ennek a csapatnak, a 85-ös csapatnak a megemlékezésére, illetve hát mivel édesapámról, illetve Kovács Ferencről nevezték el egy betét futamot, hogy az ő emléküknek is. Én azt gondolom, hogy boldog lenne. Mennyire volt jó barátságban ő a lovakkal egyébként? Tudott-e lovagolni? Igazándiból lovagolni nem tudott, viszont az ő életükben voltak lovaik, tehát az édesapjának neki, tehát kellett is időszakonként bánni vele, de azért nem úgy nőtt föl, hogy neki ő lovagolt, hanem csak inkább mezőgazdasági munkákra használták a lovakat. Miért fontos, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk erre a 85-ös menetelésre? Miért lehet jó egy ilyen és ehhez hasonló verseny, mint amilyen a vasárnapi lesz? Hát én azt gondolom, hogy az emlékeinket, illetve a múltunkat rá emlékezni kell, nem szabad megtagadni, illetve ez egy olyan siker volt a magyar labdarúgás történetében, ami sajnos azóta nem ismétlődött meg. Ugye készült is egy nagyszerű film, és valamelyik nap néztem is, hogy ez az utolsó kupa döntő, ami hát valóban az utolsó volt. Én bízakodó vagyok, hogy esetleg lesz még kupa döntő, de most belátható időmből nem látom ennek esélyét. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a múltat ápolni kell. Ezeket a játékosokat, ezeket a vezetőket, ezeket a csapatot körülvévő stábot is tápolni kell, emlékezni kell rájuk, hiszen ez egy olyan történelmi tett volt Székesfehérvár, de nem csak Székesfehér, hanem az ország életében, ami hát most nem azt mondom, hogy megismételhetetlen, de abban az időben nyilván egyszerű volt. Mire számít egyébként vasárnap a futamon? Hát a betét futamon arra rátérve, hogy nyilván egy izgalmas küzdelmet válok, hát hiszen mégiscsak azért egy szórakoztatásról szól, nem az eredmény lesz itt a fontos, hanem inkább a show elemeket tartalmazza és jól érezze a közönség magát. Hát a Vágtánál ugye polgármestermetől megtudtam, hogy hány induló van, ott egy izgalmas küzdelmet várok, hogy valóban méltóan képviseljék ebből az ágból a nemzeti vágták majd a döntőben a versenyzők. Tucatnyi induló lesz a Velencei Vágtán, és a szervezők azt ígérik, a legjobbak is képviseltetik magukat a versenyen. 2009-ben volt az első elővágtánk Baján, a Bácskai Vágta, és onnan jött a gondolat, hogy csinálunk egy kétnapos budapesti nemzeti vágtából először egy határon belüli rendezvénysorozatot, és hát a célt azt megfogalmaztuk rögtön a kezdetekkor 2008-ban, hogy hidakat építünk, vagy szerettünk volna hidakat építeni a határon túli magyarság felé, ami szépen meg is valósult. Először egy székely, aztán egy vajdasági, egy felvidéki, és 3 évvel ezelőtt egy muravidéki vágtát is tudtunk az ottani partnereknek a segítségével szervezni. Így tulajdonképpen a nemzeti vágta ma már Kárpát-medencének a legnagyobb lovas rendezvény sorozata, és hát határon belül a 16 elővágtából 12 kerül megszervezésre, és Velence tavaly jelezte részvételi szándékát. Az önkormányzat a TDM-mel együtt, én azt gondolom, mindent megtett azért, hogy egy nagyon jó helyszínen, nagyon jó feltételek között tudjuk a hétvégén megrendezni ezt az eseményt. Kiváló a helyszín, és én azt gondolom, hogy a pálya is tökéletesen alkalmas a versenyzésre. Miért lesz érdemes vasárnap ide Velencére ellátogatni, kikkel találkozhatunk? Hát a nemzeti vágtának több favoritja is itt lesz. Itt lesz Németh János Bajának a versenyzője, kétszeres nemzeti vágta győztes. Igaz, hogy már nem Májboly Mennydörgés hátán fog ülni, hanem egy új lova van, nyugdíjazta Mennydörgést, de ő azért a nemzeti vágtának egy kiemelkedő alakja, hogy a kétszeres győztese, és hát mellette Tata színében itt lesz Mátyás Edina Daniela, aki többször lovagolt a nemzeti vágta döntőjében. Én mindenkinek azt javaslom, hogy jöjjenek ki. Nagyon szép helyszínen, én azt gondolom, nagyon gyors, nagyon izgalmas versenyeket fognak látni. Szerintem megéri a vasárnapot erre a rendezvényre szentelni.
Mi a tapasztalat egyébként, hogy sikerült itt a tóparton ezt a pályát felépíteni? A helyi szervezők, én azt gondolom, a megfelelő szakembereket biztosították, akikkel folyamatosan kapcsolatban voltunk, többször voltunk helyszínbejáráson, illetve ez a mai sajtótájékoztató is egy terepbejárással van összekötve, itt a utolsó finomságokat átbeszéljük. Én azt gondolom, hogy mindent megtettek azért, hogy tényleg biztonságos jó feltételeket tudjunk közösen biztosítani a hétvégén a versenyzőknek. Melyek a legfontosabb kritériumok egyébként? Nyilván a vendégeknek is biztonságban kell lenniük, és nyilván a lovakat sem szabad olyan feltételeknek kitenni, ami káros lehet esetleg nekik. Melyek a legfontosabb feltételek, hogy jó legyen a verseny? Tulajdonképpen a közönség ugye szórakozni jön ki a rendezvényekre, ők csak olyan helyeken állhatnak, amiket biztonságosnak ítélünk. Ez jelen rendezvénynél is csak az egyenesek mellett, egy biztonsági zóna mögött állhat a közönség, hiszen ők se tudják mérni, hogy egy ilyen lovas rendezvényen ugye milyen veszélyek leselkednek. És hát minden reggel azzal kezdünk, hogy állatorvossal és lótenyésztési felügyelőkkel megvizsgáljuk a lovakat. Nyilván az állatorvos a lovaknak az egészségügyi állapotát vizsgálja, hogy alkalmasak-e a versenyzésre. Csak olyan lovak vehetnek részt ezeken a futamokon, amelyek teljesen jó egészségügyi állapotban vannak, amely lón kondíció problémával rendelkezik, sánta, bármiféle sérülése van, ők nem vehetnek részt a versenyen, őket kizárjuk, illetve a lótenyésztési felügyelő a származást azonosítja. A biztonság és az esélyegyenlőség a legfontosabb két gondolat, megvan, hogy milyen lovakkal, milyen fajtájú lovakkal lehet indulni a versenyen, és melyekkel nem. Az ő feladata, hogy segítsen nekünk a lovakat beazonosítani. Nagyjából ennyi. Az esemény háziasszonya Weiss Fanni lesz. A polgármester azt mondja azért, mert a városban nagy hangsúlyt fektetnek az esélyegyenlőség megteremtésére. Egy eszterházi stílusú hintón ülünk most, és Nóci, illetve Nimfa vezetésével a Velence korzón sétálunk, illetve a hintón ülünk és nézelődünk, és megpróbálunk ízelítőt kapni abból, ami majd vasárnap itt Velencén a Nemzeti Vágtán, illetve a Velencei Vágtán várja az érdeklődőket. Mellettem pedig természetesen a település polgármestere Koszti András. Milyen szerepe lesz ennek a hintónak például a vasárnapi programon? Kult szerepe lesz, hiszen meghívtuk a rendezvényünkre a 85-ös UEFA kupa döntős videóton híres futballistáit, Szabó Józsi, Tiszti Péter, Csongádi Ferit, kéne ismerni ezeket a neveket, és ők fognak egymással versenyezni, hogy ma ki a legjobb ebben. Miért döntöttek úgy, hogy első alkalommal itt az egész közép-dunántúli régióban a Nemzeti Vágtának egyfajta előfutamát megszervezzék? Igen, azt gondoltuk, hogy nincs és nem is volt ebben a megyében még ez a rendezvény, vagy ilyesmi rendezvény, és mi azt látjuk, hogy országos szinten ez egy népszerű, hagyományokat tisztelő és őrző, országhatárokat túllépő kezdeményezés, ami szerintünk növelni fogja velencei rendezvények értékét. Milyen programokra számíthat az, aki ellátogat vasárnap, és hova menjünk? Abszolút színes programokra. 12-en is neveztek, ebből korábban 3-an voltak már bajnokok a Nemzeti Vágtán. 4 kis huszár is nevezett, tehát lesz egy gyermekverseny is. Ezen kívül ilyen kiegészítő programok, mint amit az előbb említettem, a futballisták, de a mögöttem álló Lakatos Zsanett, aki egy díszpolgár a Velencének, és közismert sportoló, például ő is el fog indulni ezen a versenyen, még az is lehet, hogy én magam is. Ezen kívül lesz IASZ bemutató, lesznek különböző színpadi produkciók, este egy kis bulival zárjuk a programot, és teljesen, természetesen minden, ami egy ilyen nyüzsgő, forgó rendezvényhez szükséges. Az esélyegyenlőség jegyében szerveződik ez a program, miért és hogyan? Igen, nagyon fontos része az életemnek ez a tevékenység, hogy segítsem a rászorulókat, és akik sajnos így születtek, és nagy Isten, akár szellemileg, akár testileg máshogy és máshogy kell élniük az életüket. Ezért meghívtuk Weiss Fannit, ő lesz a rendezvénynek az arca, és mellette a Bicebóca Egyesületet, akit már többször támogattam saját magam is magánemberként. Őket is vendégül látom, hogy éreztessük velük azt, hogy bár hátrányban vannak, vagy gondolják sokan, hogy hátrányban vannak, de meg tudjuk mutatni most, hogy mégis teljes életet tudnak élni egy ilyen rendezvényen is. Polgármester úr, köszönöm szépen. A Velencei Vágta előfutamai délután 1 órakor kezdődnek július 1-én az északi strandon itt Velencén.
díjugrató és csikós bemutató, íjászkodás, lovaglás várja a látogatókat. Az este DJ Smash buliával ér véget a tóparton.